Nálam mindenkinek sziasztok, srácok, Csőindan vagyok, és itt vagyunk egy következő Shakes and Fidgetes videóban, így is van. Szóval itt vagyunk a új Shakes and Fidget világban, ahol most ki fogjuk próbálni az új szervert, új eventekkel, meg mindennel. Igen, szóval ezeket fogjuk most kideríteni, hogy vajon mi mit tud, meg ilyenek. Hello, cső, na várjátok, lejjebb egy kicsikét a hangerőt, vagy valami ilyesmit, oké. Okay. Ezt egy kicsikét lejjebb veszük, hogy azért ne zavarjon be itt minket a beszédbe, meg ilyenekbe. Szóval, itt vannak a küldetések, mi ez? Ad nekem valami ilyesmit, elfogadás, oké. Okay. Aha, és ez ad, és több XP-t kapunk, értem, szóval én XP-s event van. Több XP-t kapunk cuccokért, vagyis ilyen szintet. Van alapból egy ilyen játékkard, meg vannak ilyen cuccaim, és ezt most már fel tudom venni, ez mi ez, pizsoma? Mi ez, pizsoma? Érdekes, oké, jó, nézzünk körbe, hogy tényleg mi mit tud, vajon, és mi történt, amióta nem játszottunk. Mi ez? Cipős bot, sebzés, új cuccok is vannak, ahogy látom, vagy legalábbis én ilyeneket még nem láttam. Szóval lehet, hogy tényleg új cuccok vannak, vagy valami ilyesmi. Meg hát mindenért több XP-t kapunk, ez viszont menő, ez nekem tetszik. Több, és sokkal gyorsabban tudunk fejlődni meg ilyenek, szóval ez sokkal pozitívabb. És vannak új cuccaink, vannak vagyis hát áruk, amiket tudnánk venni. Én azt mondom, hogy fejlődjünk fel minél magasabbra, és utána majd ráér ilyen cuccokat venni elsősorban is. Elsősorban csináljuk meg ezeket, vegyünk valami, mit tudom én, vegyünk egy tigrist, bírunk? Nem bírunk tigrist venni, mindjárt bírunk majd tigrist venni. Gyors, ezt kifarmoljuk, kell 10 arany, van pont 10 aranyam, nagyon jó. És akkor veszünk egy ilyen tigrist. Hello tigris, nagyon jó. Van egy tigrisünk, ezzel gyorsabban fogjuk tudni elvileg ezeket a cuccokat csinálni, meg ilyenek. Ha minden igaz. Hát ja, valami ilyesmi. Oké, okay. És hát ezeket most csináljuk 1000-rel, ugyanis nem akarok egyből ilyen gagyi cuccokat venni, hanem majd akkor tényleg vegyünk már normális jó cuccokat, és 1000-re lépjük a szinteket is, ami tök jó. Szóval, az eszköztárunk megtelt közben. Van egy cipőnk, van egy jobb cipőnk, és van egy jó pecabotunk a fakart helyére. Van egy sapkánk, és igazából ennyi. Oké, okay. Nem, ez a cipő ez jobb. Így van, ez a cipő ez jobb. Oké, okay. Akkor ezeket eladjuk. Ezekre nagyon van szükségünk. És akkor vegyünk még több cuccot, vagyis nem azt, hogy vegyünk, hanem fejlődjünk fel magasabb szintre. Ez mi ez? Ó, ez ilyen mesekönyvet ad, meg ilyenek. Ez nem rossz, ez tetszik ez a cucc. Oké. Okay. Ez is jó, ez valami, ez ilyen csukja, ez is egy jobb cucc, mint ami nekünk van. És már ötös szintűek vagyunk. Karaktermentése? Hát most nem, majd ez később. Oké, okay. 9 aranyat ad? Wow! Oké, okay, kezdünk felfejlődni, az látszik amúgy. Most már bőven kezdünk nagyobb szintekre lépni, meg minden. Szóval ez is tök jó. Oké. Okay. mit tudunk még itt csinálni? Menjünk pörgetni. Oké, okay, na nézzük. Na nézzük, mit fogunk olyan pörgetni, és az első pörgetésünk... Oké, okay, tapasztalat. Jó, ezt gyors végig pörgetjük. 3 plusz gomba. Arany. Kő. Arany. Kő. Arany. Nagyon jó, oké, okay, gomba. A gomba amúgy a legjobb. Ez is valami random cucc. Ez is gomba, ez is izé. Nagyon jó cuccokat kapunk amúgy. Nem tudom, hogy mennyit bírok pörgetni. Léptem már szintet megint. Most nem fog regisztrálni, nyugi. Jó. Jó. Oké, okay, és... Megvagyunk, oké, okay, lepörgettünk mindent, és hangtán alig vesztettünk gombát, szóval tök jó, egy csomót vissza is kaptunk. Milyen eszközöket kaptunk? Kaptunk egy ilyet. Kaptunk egy ilyet, és egy ilyet, amit be tudunk aktiválni. Jó, oké, okay, ezt eladjuk. És akkor menjünk tovább vissza, nem fogadózni. És menjünk még egy kicsikét fejlődni, meg ilyenek. Jó, ezeket itt eladogatjuk. Nagyon zsír, oké. Okay. Ezeket is eladogatjuk, nem kell ide semmi. A leírásban úgy ott lesz, ezt most én még most elmondom, hogy hogy tudok ti is játszani, meg ilyenek, szóval, hogyha valaki esetleg kedvet kap, vagy bármi. Hegyi troll, easy, te is le vagy győzve, ez amúgy egy böngészős játék, tehát nem kell letölteni semmit. Ingyenes, nyilván nem kell költeni rá semmit, én se költöttem semmit rá. Szóval ez most itt ilyen full alapkezdés, amit most láttok. Nem kell pénzt költeni rá, meg ilyesmi. És ingyenes, ebből még több pénzünk jön, okés, és 8-as szintűek vagyunk. Mi lenne, ha a kalandvágyunk most eléggé jó nagy szinten van, ahogy látom, sőt, alig megy le a kalandvágyunk, hogyha egy ilyeneket csinálunk, szóval ez tök jó. Nézzünk körbe szerintem így a fegyverboltba. Ezeket most így rakjuk be, mert miért ne.
ez is jobb, oké, és ezeket eladjuk. Na nézzük, hogy mi az, ami nekünk kell. Nekünk, ami kell, az az erő, és az erő és az életerő, és a szerencse. Ez a három az, ami nekünk nagyon fontos most pillanatnyilag, ha minden igaz, így is van. Tudjuk az amúgy a erőt is fejleszteni, az se butaság, hogy azt így simán, így szimplán fejlesztük. Már most 50-es erőnk van, nagyon jó. Kitartást egy kicsit fejfejlesztjük, mondjuk így 51-esre ugyanúgy. Oké. Jó, és a szerencsét is akkor fejlesztjük fel. Minden legyen akkor ilyen 51-es szinten, amik fontosak. Oké, és nézzük azt, hogy vajon mi az, ami nekünk jó. Puh, hát ezek nem a legjobb cuccok. Szóval ebből kérünk újat. Ez ad nekünk plusz sebzés, viszont nem annyira jó nekünk. Ez se annyira jó. Ez nem... Ez jó, ez viszont. Szóval ezt megveszük. Oké, és ez annyira nem jó. Ez se annyira jó. Ez viszont jó. Ezt megvehetjük. Oké, és ezt eladjuk. Jó, oké. Ez a max most szerintem. Igen, ez most a max, amit így nagyjából kibírtunk hozni. Még talán ezt megvehetjük. Az annyira nem rossz. Oké, és... Meg hát a vényeket is megvehetünk, azt max eladjuk, azt legalább jön helyette valami más. Alapban lesz se butaság amúgy. Oké, és hát ha kapunk valamit, aminek tényleg a hasznát tudjuk venni. Nem, ez se kell. Jó. Ez kell viszont. Jó, oké. Jó, annyira nem kaptunk rossz cuccokat, menjünk arénázni. Nézzük meg, hogy mit tudunk itt kezdeni. Ezt a 6-os szintű csak legyőzzük. Stron, hát, bro, 1v1, easy. Gyerünk. Jó, ez meg lesz. Jó, ez megvan. Ez semmi kívás nem volt. Nézzük meg, ez 17-es szintű. Hát ennek neki menni, nézzük meg. Hát ha. Jaj, oké. Nem, ez nem lesz. Uramatyám, ez nagyon nincsen meg. Jó, oké, talán ő meg lesz. Ő velem egy szintű, viszont, ahogy láttam, erősebb vagyok. Jó, igen, sokkal erősebb vagyok. Oké. Őt is szerintem lebírjuk győzni. Ő 11-es szintű, de jobbak vagyunk. Így is van, legyőztük. Jó, zsír. Talán őt is lebírjuk amúgy szerintem győzni. Nézzük meg. Aha, szerintem le fogjuk tudni győzni, hogy ez valami új cucc, ami neki van. Mi ez a varázslós össze-vissza cucc? Nagyon menő amúgy. Nem tudom, mi van neki, de amúgy nagyon jó. Nagyon jó karaktere van, ez valami új karakter. Nézzük meg őt is. Őt is szerintem lebírjuk majd győzni. Aha. Jó, mondjuk azt épp, hogy legyőztük. Jó. Legyőztünk egy csomó ellenfelet. Én azt mondom, hogy menjünk vissza fejlődni. Ugyanis a fejlődésből azért mégiscsak soha nem elég. Minél nagyobbra felfejlődünk, annál jobbak vagyunk. Ez valahogy az így működik, szóval ja. Nektek is amúgy inkább azt jelenem, hogy fejlődjetek tényleg minél többet itt a kocsmában, ezt mindig így maxoljátok ki tényleg, az összes küldetést csináljátok meg. És ettől tudtok most bőven jó magasra fejlődni, már is 9-es szintű vagyok, szóval tényleg rettentő gyorsan lehet amúgy fejlődni. Én általában azt szoktam nézni, hogy mi az, ami a legtöbb pénzt adja, és úgy fejlesztem magunkat, de amúgy lehet, hogy jobban megérnét most az XP-t nézni. Tehát, hogy ugye ezt itt, ezt az XP-t, hogy mi mennyit fejleszt, meg ilyenek. Szóval én azt mondom, hogy inkább azt nézzétek majd. És tényleg csináljátok ezeket, és már is 10-es szintű vagyok, szóval tényleg amúgy tökre zsír, és tökre egyszerű, meg tökre király minden. Húsvéti nyúl, és már is 212 arnyom van, szóval nagyon gyorsan lehet, hihetetlenül gyorsan lehet fejlődni. Ez az új világ, ez nagyon jó. És főleg amúgy tényleg most éri meg így elkezdeni, ugyanis most tényleg ilyen eventek vannak, és így sokkal könnyebb meg minden. Ja, easy. Na jó van, oké, és nézzük azért meg, hogy még itt a varázsboltban esetleg valamit tudunk-e venni. Igen. Nem, ennek sincs értelme, meg annak se. Mind a kettőt eladjuk. Oké. Nincs olyan, ami erőt ad. Nincs olyan, ami tényleg így erőt ad, vagy bármi. Nem nagyon. Csak ezeket megvesszük. És akkor mindjárt majd eladjuk őket. Nincs bármi, ami erőt ad nekünk? Szerencse az nem rossz, az még a jobbik fajta. Ez ad nekünk erőt, ez kell nekünk. Jó, a többit eladjuk. Ígyni. És ez nekünk kell. Oké, jó, zsír. Jó van, srácok, szerintem akkor ez így ennyi lenne. Nagyjából megvannak ugye a legjobb tuccok, amik nekem így kellenek. Szóval legközelebb akkor találkozunk a következő ségszes videóban. Remélem, hogy tetszett, hogy akkor dobjátok egy like-ot, azok fel minden. És akkor találkozunk a következő ségszes videóban, ami nem sokára amúgy lesz, azt hiszem 2 hét múlva. Valami ilyesmi, és akkor, ja, ott találkozunk. Addig is sziasztok, csöcső!